Műsorunkban beszélgetést láthatnak Major René polgármesterrel a várost érintő aktuális ügyekről. A pünkösdi fesztivál értékelése mellett a közterületek karbantartásáról és a nyári útfelújításokról is szó esett. Hát túl vannak egy nagyon nagy sikerű háromnapos pünkösdi fesztiválon. Röviden, hogyan értékelni ezt a néhány napot? Köszönöm szépen az érdeklődést, üdvözlöm a nézőket és az érdeklődőket. Hát a nagy sikerű jelző talán ül is ebben az esetben. A legfontosabb feltétel ugye az időjárás volt, ami kedvezett. Azt gondolom, hogy egyáltalán semmilyen szempontból nem zavarta a három nap rendezvényeit. A másik az előkészítés. Itt szeretném megköszönni még egyszer azoknak, akik mindenben részt vettek. Köszönöm a támogatóknak is a támogatását, köszönöm a civileknek, elsősorban a legnagyobb számban természetesen a szombati falunap vagy városnap hozadékaként, illetve hagyományaként szokásos főzési programunkat, amelyben ugye szoktam mondani, megetetjük a város lakosságát, tehát tényleg szó szerint, tehát aki kilátogat, mindenki azt hiszem válogathat kedvére, és nem csalódik. Másrésztről köszönöm a kiállítóknak még egyszer, akik tényleg a műveikkel és a kiállítás rendezésével is hozzájárultak a programokhoz, és természetesen köszönöm az érdeklődőknek is, mert érdeklődő nélkül nincs rendezvény, tehát üres színpadnak játszani úgymond nem lehet, ezt szokták mondani a színészek is, és tényleg mondom, ha már egyszer fáradozások is megtörténtek ez ügyben, tényleg fontos az, hogy a város lakossága, vagy a környék lakossága részt vegyen, és tényleg jól érezze magát, hisz azért történik mindez. Érdemes beleinvestálni az erőt, energiát, pénzt egy ilyen háromnapos rendezvénybe, hogy látja? Hát azt gondolom, hogy azok a kérdések, amik ehhez hasonlóak. Legyen az akár a sporttal, legyen az a kultúra bármely ágával kapcsolatos, hogy érdemes-e fenntartanunk a művelődési házunkat, érdemes-e fenntartani a könyvtárunkat, amellett, hogy egyébként városként kötelező a könyvtárat fenntartani. Nyilván lehet vitatkozni, hogy órában, nyitvatartásban mennyi az ideje. Ezek a tevékenységek, ezek a ráfordítások, ezeket nem lehet haszon oldalról vizsgálni, ezek nem profitorientált tevékenységek, mint hogy az önkormányzatnak egyébként sincs profitorientált tevékenysége. Ugyanez betartozik, tehát visszatérve maga a művelési ház, ami egyébként is ennek a rendezvénynek az egyik házigazdája, azon felül, hogy az alaprendezvény a városé, de nyilván a művelési ház a gazda, mint a városban ennek a területnek a felelőse. Tehát, és visszatérve, ez a rendezvény, akár ennek a rendezvénynek a költségei, akár a művelési ház éves költségeit is vizsgálva, tényleg azt mondhatom, hogy nem a profit oldalról, hanem tényleg arra az oldalról megnézve, hogy ez milyen részvételeket jelent, milyen tetszéseket jelent a lakosság körében, és tényleg azt a kört lehet csak vizsgálni, mert aki nem vesz részt rajt, az máshogy ítéli meg ezeket a dolgokat, akár az anyagi ráfordítás vonaláról is. Én a magam részéről azt gondolom, hogy erre szükség van, és szükség volt régen is, szükség van most is, a jelenben is, és szükség lesz a jövőben is. Gondolom, hogy a közösségteremtő erőről van elsősorban szó, hiszen a belediek szívesen keresik fel ezeket a rendezvényeket, sőt ugye a Beledi Pünkösdi Fesztivál az régiós rendezvény, tehát itt a Rába közből is érkeznek ide, tehát több ezer ember vesz részt a három napban. Természetesen, tehát ez egy fontos fogalom, hogy közösségteremtés, és hát azt hiszem, hogy van egy ilyen nóta, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ezt ragozva az életünk része a szórakozás is, szórakozás, pihenés, és mindez csak úgy tud létrejönni, hogyha a nagy közösség szempontjából
ehhez megteremtjük a feltételeket. Tehát egyrésztről a kis közösségek pihenése nyilván a családi vonatkozásban az megtörténik, de a nagy közösség, a nagy egész pihenése, illetve együtt gondolkodása, együtt szórakozása az ilyen rendezvényeken tud megtörténni, és itt ilyen rendezvényeken tudnak összekovácsolódni, illetve tudjuk átélni azt a közösségi élményeket, amit egyébként egyesével nem tudnánk. Tehát ez ilyen szempontból tényleg fontos. Másik nagyon fontos kérdés, hogy az elmúlt napok, hetek időjárás eléggé hektikus. Rengeteg csapadék hullik, aztán jön egy jobb idő, tehát néhány napig talán nem esik, 20-22 fokos nyári időjárás, aztán a hétvégére ismét csapadékot jósolnak. Mit tudnak kezdeni közterületeken a fűnyírással, a különböző virágoknak a rendezésével, tehát ez egy elég komoly feladat most. Igen, hát arról többször beszéltem már évekkel ezelőtt is, hogy azt gondolom, de talán ezt a város lakossága is látja és értékeli, hogy a közterületeink rendezettebbé váltak, tehát a virágos, akár a virágosítással évelők, egy nyári virágok, a parkok kialakítása, akár itt a főtér, illetve a piactér, igen, főtérnek nevezzük, illetve a műve, illetve nem a műve, művösi ház előtt az idén alakult ki egy új helyzet, illetve az egészségközpont előtt, igen, is már évekkel ezelőtt kialakult egy új helyzet. Nagyon szépek most a növények ezzel a sok esővel. A másik résztől pedig azokon a helyeken, ahol a fű nő, és ilyen szempontból gondozni kell, az talán ez a tavasz, ami ez a május és most már június is, ami évekre visszamenőleg nem adott ennyi munkát, mint az idén, és hát ez tényleg, ezt fokozottan oda kell figyelni, fokozott ráfordításokat igényel ez részünkről. Igyekszünk természetesen megfelelni a helyzetnek, és azt hiszem, hogy ez irányban, ha imént a rendezvényre köszönetet mondtam, akkor ez irányban a város gazdálkodó kollégáknak is kell, hogy köszönetet mondjak, mert tényleg ők is azt hiszem, hogy maximálisan helytállnak, és megteszik azokat a dolgokat most ebben a feszített tempóban is, hogy így, ahogy látszik, azért tényleg mindenhol tudjuk biztosítani az ápoltságot. Nyilván különböző színvonalon, a központban egy kicsit jobban, itt akár hetente nyírunk füvet, egyéb helyeken 10 naponta, 2 hetente, ahogy odaérünk, beleértve a temetőket is. Tehát tényleg azt hiszem nem lehet panasz erre a nálunk kialakult helyzetre. Másik dolog, a nyári időszakban lehetőség nyílik utak, járdák felújítására, az idő természetesen engedi, tehát van rá forrás. Ezen a nyáron várható itt Beledben bármiféle olyan munkálatok, ami érinti akár az úthálózatot. Igen, hát arról már beszéltünk évelején is, és most már kialakult az a helyzet, hogy megkötöttük a szerződéseket a kivitelezővel, az Arany János utca és a Győri utca egy szakaszának a rendbetételére, felújítására. Akár úgy is mondhatom, az Arany János utca szélesítve is lesz a burkolat, tehát ez egy fontos tétel. És akkor a más részről pedig alakulóban van az ígéretek szerint, illetve az ígéreteim szerint itt a Rákóczi utcában levő járda, illetve árok, és az árok helyett kialakuló parkolóknak a helyzete. Várjuk a végleges engedélyt, és tényleg türelmetlenek vagyunk, már jó magam is türelmetlen vagyok arra, hogy meglegyen, és akkor azt követően szeretnénk ezt is kiírni, tehát ez a munka valószínű, hogy már csak az ősszel tud megkezdődni, de nagyon-nagyon várjuk, mert ez egy látványos és fontos munka lesz, akár a használatosság, akár az esztétika, a városkép szempontjából is. Úgyhogy ezek, tehát van folyamatban levő munka, van még tervezés alatt levő munka, és azt gondolom, hogy minden az év minden szakára jut majd valami olyan, ami látványos és tényleg fejlődést fogja jelenteni a város számára. Köszönöm, Pongás úr. Köszönöm szépen.